Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kártai Gábor kórházban, beszélgetőtársam Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató. Nagyon szép apropója van beszélgetésünknek, hiszen ön a közelmúltban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara MESZK szakmai díját vehette át. Először is ehhez szeretnék szívből gratulálni. Nagyon szépen köszönöm. Hogyan is kezdődött ez a pályafutás? Amikor egészségügyi szakközépiskolába jártam, akkor nekem az volt a csoda, amikor bemehettem szülőszobára, és láthattam szülést. Az addig zajló fájdalom, kín, eltorzult arc, és amikor megszületett a baba, az öröm, az a mindent elfelettető boldogság, az annyira megfogott, hogy úgy gondoltam, hogy nem lehetek más, csak szülésznő. Azt gondolom, tényleg szívvel, lélekkel próbáltam helytállni, amikor tanultam a mesterséget, mert az egy külön mesterség, de sajnálatos módon akkor még nagyon sok olyan fejlődési rendellenességgel született gyermek született meg, amit nem tudtam feldolgozni. Hát nem volt elég erős a lelkem, a lelki világom ehhez a mesterséghez, és hát ezért kellett pályát módosítanom, és akkor kerültem be a központi műtőbe anesztesként, és anesztesnek tanultam. Akkor még egyedül altattunk, orvos nélkül, nagyon nehéz volt, és ez ösztönzött arra, hogy minél több tudást szerezzek meg, és tényleg az volt a célom, hogy elvégezzem a főiskolát, hogy minél nagyobb tudással állhassak a beteg ágy mellé. Akkor jöttem rá igazán, hogy mennyire keveset tudunk, és tudok. És minél többet tanultam az életem során idáig, annál inkább megfogalmazódott bennem, hogy ezen a pályán soha nem lehet abba hagyni a tanulást. Mindig újabb tudományos eredmények kerülnek napvilágra, amit nem engedhetünk meg magunknak, hogy mi ne tudjunk, hiszen a mindennapokban nagyon sokféle fajta dologgal találkozunk, amit azonnal meg kell oldani. És hát azt hiszem, hogy ez önre is jellemző, tehát nagyon tudjuk, hogy sok mindent elvégzett, viszont a nagy váltás, azt hiszem a következő nagy váltás az volt, amikor vezetőnek nevezték ki. Ez sem most volt már. Tehát mi volt az a pont, amikor úgy fölkérték, hogy ez hogy esett önnek? Tehát nagyon jó érzés volt, gondolom, de nagy felelősséggel járt, amikor önt kinevezték ápolási igazgatónak? Pontosan az egy pályázat volt, hiszen akkor öten pályáztunk arra, hogy ápolási igazgatók legyünk, hiszen a rendszerváltás hozta meg ezt a lehetőséget, hogy az ápolás szakma is kapjon igazgatót. Akkor az öt pályázók közül még a dolgozók választották a vezetőjüket, és engem ők kértek föl, semmi hivatalos nagy felkérést nem kaptam, hanem a régi kollégák kerestek meg, és kértek meg arra, hogy pályázzam meg az ápolási igazgatói állást. Én ennek elegettéve, hát próbálok helytállni kisebb-nagyobb sikerrel. Úgy gondolom, hogy ez az elismerés, amit az Országos Szakdolgozói Kamarától kaptam, méltó mutatja azt, hogy mennyire értékelik a munkámat. És hát azt hiszem, hogy ön meglátja azokat a dolgokat, problémákat, amelyek az önök dolgozóit is érintik, tehát mindig próbál nekik is segíteni. De hogyan lehet ezt a rengeteg ilyen, ön is mondta, hogy azért váltott először pár, mert nem bírta földolgozni az ott látott bajokat, kínokat, de hogyan tud segíteni a dolgozóknak, hogy ők ezt föl tudják dolgozni? Én erre nagy hangsúlyt fektetek, hogy azok a dolgozók, akik valamilyen oknál fogva egy-egy munkahelyen látom, hogy a kiégés szélére kerülnek, hogy más munkahelyet is biztosítsunk. Sajnos a válság az begyűrűzött a kórházunkba is. A gazdasági nehézségek miatt hát nem tudunk olyan létszámmal dolgozni, mint amilyet szeretnénk egy optimális helyzetben megtenni. Ezért egyik osztályról a másik osztályra kisegítésként át kell helyeznem ápolókat, azért, hogy az ottani betegeket is viszonylag jó állapotba tudjuk hozni. Ezért a kiesőket mindig pótolni kell,
nagy a forgás intézeten belül. Sokaknak ez abban a pillanatban, amikor az áthelyezés elindul, nem tetszik. Természetesen én is így lennék, ha a helyükbe lennék, de utána, mint megtapasztalják a másik osztályon való munkát, annak a szépségét, annak a közösségnek az összetartó erejét, akkor rögtön más kép állnak a témához. Éppen a tegnapi napon jött hozzám az egyik sürgősségi osztályunkra áthelyezett belgyógyászatos nővérke, aki azt mondta, hogy Erika, köszönöm, tényleg igazad volt, amikor áthelyezésre került a sor, akkor nem tetszett, teljesen kikészültek, sírtak, hogy át kell menniük a kolléganőjükkel, és most azt mondták, hogy nagyon jól érzik magukat, teljesen más aspektusból látják a betegellátást, egy nagyon jó közösség, és tényleg pörög az osztály, hiszen mindig változik, állandóan jön, mentők jönnek, más esetek vannak. Olyan gyorsan eltelik a 12 óra, még a másik területen bizony elég komótosan és azokkal a fázisokkal monoton megy, ahogyan azt megszokták évtizedek során hosszú időn át. Úgyhogy ez nekem egy sikerélmény, mert én tudom, hogy tapasztalatból is, hogy egy más terület mindig valami újat hoz, és az új nem feltétlenül rossz, csak bele kell szoknunk, hogy igen, állandóan változik a világ, és ehhez alkalmazkodnunk kell. És hát azt hiszem, hogy önnek is alkalmazkodni kell, ez kiderült, hogy ez sikerült, de mi jelenti a kikapcsolódás, hiszen azért ez nem 8 órás munka? Nekem a kikapcsolódás a családom, még mindig, és hát velük érzem leginkább tényleg a kikapcsolódás minden percét, nagyon élvezem. Családi összejöveteleket szervezünk, egészen tényleg az ország minden részéből összehívjuk a család tagjait, és akkor egy hosszú hétvégét, éppen most volt édesanyám 80. születésnapja, amikor a családból 36-an jöttünk össze, és ünnepeltük meg ezt a jeles eseményt. Hát ezek töltik ki a hétköznapjaimat. Azon kívül a kamarában sokat dolgozom, mint megyei alelnök, és az országos menedzserklubnak vagyok ápolási alelnöke, az Ápolási Igazgatók Egyesületének vezetőségi tagja. Tehát van még ezen kívül rengeteg feladat, de örömmel teszem, hiszen az ápolás presztízsét próbálom emelni, ami nem könnyű feladat. Amikor legutóbb beszélgettünk, és kérdeztem az unokákat, mondta, hogy egyszer nagyon szeretne már a nagymamás szerepben is megismerkedni. Ugyanez a helyzet, ezóta ez változott. Csak én szeretném, úgy látszik, de sajnos még mindig a szeretet az, hogy majd csak egyszer már odáig érünk. Egyelőre a lányom eszébe se jut ilyen dolog. A fiam mondta, hogy anya, ne félj, lesz unoka, de hát egyelőre még nem. Ők is ugye a családalapítás előtt állnak, a fiam is, és hát majd utána fog ez bekövetkezni, de nagyon várom, hogy majd egyszer csak odáig érünk, hogy nekem is lesz unokám. Hát én kívánom, hogy akkor erre ne sokáig kelljen várni. Én még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó munkát kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm.